A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora, és egy hét után a megszokott műsorvezető tért vissza, de nagyon köszönöm Németh Krisztiánnak a múlt heti helyettesítést. Tulajdonképpen mai egyik vendégünkkel annyi közös van bennünk, hogy én az osztrák Lankán voltam a múlt héten, ő pedig Sri Lankán, hát nem tudom, melyikünket kell jobban irigyelni. De, és hogyha elmondom, hogy kik a vendégek, szerintem mindenki ki fogja találni, hogy ki volt közülünk Sri Lankán. Természetesen a Ruzsomberoki női kosárlabda legavatottabb értője, aki Sri Lankán azonban nem tudom milyen sportot látott, Horog László barátunk és kollégánk. Laci, te bárhova utazol a világban, mindig valami sportot megpróbálsz belevegyíteni, akkor is, ha erről az utastársak nem tudnak feltétlenül, vagy nincsenek rá felkészítve. Sri Lankán mit találtál? Kriket edzésben néztem bele, futballt szerettem volna, utána bányáztam, még Kis Lászlóval, Miniman Ottival beszéltem, aki többször járt ott, mert 10 éve dolgozott a Maldív-szigeteken a szomszédban, és ő nézett utána, mert a fia kint él, hogy most szünetel a bajnokság, én egy Negombo nevű városban voltam, ahol van egy 8 csapatos első ligában egy csapat, a Negombo Youth, de ők se játszottak, úgyhogy belenéztem egy kriketbe, biztos nívós futball lett volna, 210 FIFA tagállamból a 204. helyen vannak, tehát nem hivalkodóan jó a szereplésük, de ettől én még mentem volna a meccsre, úgyhogy maradt egy kriketedzés, de azt nagyon unalmasnak találtam. Hát pedig egy kriketmes néha eltart egy hétig is arra felé, úgyhogy akár hosszabb programra is berendezkedhettél volna. Hát Lacin kívül természetesen vannak azért olyan vendégeink is, akik ilyen egzotikus helyeken nem jártak, mégis abszolút avatottak lehetnek mai témáinkban. Itt van velünk Farkas Szilárd kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője. Köszönöm. És hát nagy szeretettel köszöntöm Gál Péter Pát, a Fehérvár AV 19 elnökét. Köszönöm, a mai adásra gondoltam egy ilyen címet, hogy Legendák alkonya, mert ugye több ilyen legendás sport ember is megdöbbentő, vagy sokak számára váratlan bejelentést tett a múlt héten, de az is egy legenda, hogy a fehérvári hokisok nem tudják megnyerni a Magyar Kupát. Mondjuk az elmúlt 4 évben ezért a legendáért azért tettek rendesen, de ennek a legendának is bealkonyult már, hiszen a Hidrofehérvár AV 19 megnyerte a Magyar Kupát nagyon lehengerlő, nagyon magabiztos játékkal. Talán mondhatjuk azt, hogy olyan, amilyet mindig várt a szurkolótábor, legyen akár a Debrecen, akár a Fradi az ellenfél a döntőben, csak az elmúlt 4 évben ez nem sikerült. Most a Budapesti Akadémia az egykori MAC ellen egy nagyon magabiztos döntő lett, előtte ugye a Dunajváros szintén simán verte a csapat, úgyhogy nem tudom, hogy ilyenkor a klubelnökben mik a domináns érzések, az, hogy nagyon boldogok vagyunk, nyilván ezért ez egy különleges siker egy klub életében, csak ilyenkor jut az ember eszébe, hogy hát azért így kellett volna az előző években is. Ha már így rákérdeztél, valóban, talán a Duduhoz, az edzőnkhöz tudnék csatlakozni, aki, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy azért a domináns érzés a megkönnyebbülés, hogy végre tényleg kijött a lépés, és bebizonyítottuk, hogy azért az a szakmai munka, ami itt folyik, meg az a szint, ami mi versenyzünk évről évre és hétről hétre a szezonban, azért azt meg is tudjuk mutatni mondjuk egy Magyar Kupa Final Four-ba. Idén ez összejött, tényleg a megkönnyebbülés, mondtam is, hogy hozzák a kupát elém is, hogy hadd köszönjek neki, hadd ismerjen meg, mert gyakorlatilag már biztos, hogy már nem ismer minket, fehérváriakat. Hát most legalább bebizonyítottuk, hogy tudtuk bizonyítani azt, hogy azért a magyar hoki legmeghatározóbb szereplője és legmeghatározóbb csapata azért a Székesfehérváron van. Így van, egyébként sokszor, vagy többször elhangzott a közvetítésben is a tévében néztem, hogy hát látszik, hogy a Volán egy nagyobb tempójú, erősebb ligához szokott csapat, ennek a különbségnek ki kell jönnie. Mondom, a szépséghiba, hogy ezt az elmúlt 5 évben mindegyik döntőben el lehetett volna mondani. Tegyük hozzá, ha már a legendáknál tartunk, hogy azért az is egy csak a sportban előfordulható, nem tudom, fét is, hogy mondjuk egy csapat 50-szer lő kapura, és abból üt egy gólt, míg az ellenfél mondjuk 8-ból 3-at.
Mert ilyen döntő is volt azért az elmúlt években, amikor gyakorlatilag szétlőttük az ellenfél kapuját. Nem tudom, ti hogy látjátok, hogy ebből az idei szezonból, amit eddig egyébként az osztrák ligában is látunk a csapattól, mennyire következett logikusan, hogy idén azért nem érheti meglepetés a magyar ellenféllel szemben a volánt, mert egy kicsit talán így is nézhetjük, vagy hogy látjátok, hogy mi az alapvető különbség mondjuk az előző szezonok csapataihoz képest, ami miatt ez most olyan magától értetődőnek tűnt. Hát, bocsánat. Tehát csak annyi, hogy a játékos interjúkból ugye az derült ki, hogy a mérkőzés kulcsa az lehetett, hogy most fordult a kocka már a meccs elején, és az első gólt ugye a Fehérvár szerezte, ami az előző években nem valósult, meg ugye mindig 0-1-ről vártuk a folytatást, mondjuk így, és most 1-0 volt ide, többen is mondták azt, hogy utána ők már érezték, hogy hát ez meg lesz, és nyilván egy mérkőzésen folyamatosan nem is lehet más az elvárás, mint 100%-osan koncentrálni, de azért említették a srácok, hogy érezték a meccsnek azt a periódusát, amikor már meg lesz. Tehát kiengedtek, felszabadultak, nem mondom azt, hogy nem koncentráltak 100%-osan, de tényleg egy teljesen más idegállapot lehetett rájuk jellemző. Laci, te szoktad mondani az előző években rendre, mikor ez az időszak eljön, és a volán kikap a döntőben, hogy egy légiósnak hiába magyarázott, hogy egyébként ez egy fontos dolog, nekik ott van az osztrák liga, alapvetően azt elmesélni egy amerikainak, kanadainak, svédnek, hogy hát Fehérvár számára, meg a szurkolók számára ez egy kulcskérdés, és nem biztos, hogy úgy be tudják igazából fogadni. Ezek szerint a mostaniak igen. Itt az edzőszemély a döntő, a fehérvári léte, tehát Kis Dudu pontosan tudta azt, hogy ez milyen jelentős esemény, mint 15 évvel ezelőtt Erdélyi túrán, Csíkszered a kupán, az akkori edző, aki a NHL-ben jobban sikeres volt korábban, Ted Szétör, ő nem gondolta végig, hogy egy Alba volán nem kaphat ki egy elődöntőbe a helyi csapattól, mert ez rettenetes, kellemetlen. Mint hogy a Petinek is a finn sikeredzőt ki kellett a Miskolci kupa döntő másnapján rúgnia, mert fogalma nem volt, és nem is különösebben érdekelte, ő nyűgnek találta, és úgy gondolta, hogy ez, na, mi szükségünk van erre, ahelyett, hogy mennénk haza, az osztrák ligából kiestünk, a 8-ba se jutottunk be, és mindennek a teteje lett volna ez a magyar kupa, hogy ott bizonyítsunk, de nem sikerült. De én tegnap előtt küldtem is egy SMS-t az elnök úrnak, hogy én az elmúlt 5 évre úgy emlékszem, hogy mindig megnyert a magyar kupát, tehát tulajdonképpen egy rendkívül jó sikerállapotban vagyunk ismét. Tehát én úgy gondolom, hogy Kis Dávid nem csak a szaktudása, hanem pontosan el tudta hitetni azzal a csapattal, hogy igenis ez nekünk fontos. Értem a Lacinak, hogy Covington mellett is lehet teljesíteni életetülni, tehát nincs ezzel probléma. Én egy kicsit másképp emlékszem erre. Sri Lankáról minden kupa egyforma. Igen. Sri Lankáról minden évben úgy tűnik, mint mi nyertünk volna, nem? De a viccet véletéve egyébként egy kicsit azért azt mondanám, hogy például a tavalyi szezonunk egy kicsit gösörtös volt ugyan, de például tavaly előtt, amikor Kevin első évében azért ennek a csapatnak olyan fazont adott, amit még Fehérváron soha nem láttunk, olyan taktikai elemeket tanított meg magyar és egyébként akár légiósok isoknak, amikkel aztán döntőig mentünk, az a csapat nagyon egyben volt, ha visszaemlékszünk, és mégsem nyertük meg a magyar kupát. Ráadásul, ha jól emlékszem, az pontosan hazai égen történt meg velünk. Egy egészen hihetetlen mérkőzésen. De Debrecen ellen, a Hetényi Zoli. Így van. Hát ott valahol valami ötvenlővést kivélet. Elmélek papíron azt mondanánk, hogy bármilyen jól véd egy kapus, ellenünk illene, főleg hazai pályán egy olyan domináns csapatnak, amelyik az Ice-ban döntőt játszik, behúzni a mégsem sikerült. És nem mondhatom azt arra az évre se, hogy mondjuk a magyar srácok ne akartak volna. Amit a Laci mond, az biztos, hogy igaz. A Dudu attitűdje, az egész gondolkodása a magyar kupáról nyilván gyökeresen más, mint mondjuk Kevin Konstantiné, bármennyire is nagy tudású edző. Ebben van igazság. Ez valószínűleg az egyik alapja annak, hogy idén meg talán nem csak a Dudu személye, hanem a Duduék által lefektetett szakmai irányvonalak idén a csapat mellett, ami egy kicsit felszabadultságot hozott a csapat szellemen, egy kicsit nagyobb összetartást, egyébként ezt ők maguk is lenyilatkozták egyebek mellett, ha már citáljuk a nyilatkozatokat. Valószínűleg ez az elegy jött most jól össze, és segített minket ahhoz, hogy így a valós tudásunkat egy kicsit megmutassuk így a élőben is, meg a tévéképernyőn is. Egyébként szeretném minden is megköszönni a fehérváriaknak, hogy szinte raktár utcai hangulatot varázsoltak Káposztás megyerre, hiszen a közel 1500 nézőnek több mint a kétharmada Székesfehérvárról érkezett. Megtöltöttük az egyik lelátót, úgyhogy innen is köszönet mindenkinek, aki ott volt és segített a csapatnak, hogy tényleg úgy érezzék, hogy egy nagyon jó fehérvári hangulatba küzdenek a kupáért.
Hát tulajdonképpen tényleg elintézhetjük annyival, hogy egyrészt néha valóban igazságtalanul alakulnak eredmények. Volt, hogy persze látszott azért a jégen, hogy jobb csapat a Volán az adott ellenfelnél. Most az általad is említett kupadöntőben óriási különbség volt játékban, veszélyben, minden színvonalban. Csak nem jött össze. Nem jött össze. Most viszont ez a 8 gól, amit a döntőben ütött a Fehérvár ráadásul, kicsit nekem olyan érzésem volt, hogy olyan értelemben erődemonstrációt tartott, ahogy azt egyébként talán sokan várják is, hogy amikor jött egy kis hullám, vagy amikor egy kicsit úgy érezhette az ellenfél, ütött egy gólt, szépített, emberelőjbe került, abban a pillanatban oda csapott egyet úgy a Volán, ahogy tényleg egy erősebb csapatnak illik, emberhátrányból gólt ütöttünk, kapott gólra, fél perc múlva válaszoltunk, tehát hogy minden azt mutatta, hogy itt tényleg egy egyértelműen erősebb csapat játszik egy másikkal. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy számunkra is mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen, hogy a magyar jégkorong legerősebb bázis az Fehérvár. Azért függetlenül attól, hogy milyen ligában játszik a Volán, hogy hányan hokiznak itt, hogy milyen akadémia van, azért az ilyen eredmények kellenek, hogy ezt mégis úgy megerősítve érezze az ember. Persze, ez egy jó visszacsatolás, meg önbizalom azoknak, akik esetleg nem találják igazán a fonalat, egy kicsit önbizalom hiánnyal, vagy játék hiánnyal küzdenek például azoknak ez a hétvége ebből a szempontból idén nagyon, nagyon jó volt. Hát meglátjuk egyébként majd itt, hogy mi történik a Salzburg ellen, itt a beszélgetésünk idején még nem tudjuk, hogy a srácok hogy végeznek a Salzburg ellen. Majd meglátjuk, hogy a két végén égetjük a gyertyát, abból ki tudunk-e jönni jól. Ez legyen a jövő zenéje. Egyébként a kupasorozatok azért bizonyos szempontból pedig ezért jók. A kupasorozatokban minden, mondjuk maradjunk a labdasportoknál, vagy a csapatsportoknál, mindenhol igaz az, hogy a kis csapat nagy napja mindig egy kupában jön el könnyen, ahol egy mérkőzésen, egy egyetlen mérkőzésre koncentrálva lehet megmutatni magunkat, lehet bebizonyítani, hogy mi is itt vagyunk, képesek vagyunk, és amikor az úgynevezett erőfölényben lévő csapat, az úgynevezett nagy csapat magától érdetődőnek tartja, szerintem azért ez a korábbi években velünk előfordult kritikusan, hogy ez a dolog ez egyértelműen el van rendelve, hogy bizonyos mérkőzéket sem megnyersz, nem fogod megnyerni. És ez hát számtalan példát tudunk, itt a foci nagy értői ülnek mellettem, biztos tudnának citálni. Az elmúlt évtizedből szerintem olyan nemzetközi vagy akár hazai példákat is tudunk citálni, akár még a városból se kell kilépni egyébként, hogy milyen alacsonyabban rangsorolt, alacsonyabb szintű bajnokságból érkező csapat ellenvérzett el, mondjuk hát elég a Fradit meg a Vidit nézni egyébként az utóbbi 3-4 éven belül, de citálhatnánk a Münchent, a Liverpoolt, hogy a legnagyobb csapatokat mondjuk, a Barcelonát, talán még a Madriddal is előfordult. Szóval ez a szépsége meg a kupának megvan, és ezt ne is vegyük el tőle. Ettől más, mint egy bajnokság, vagy egy playoff, ahol mondjuk nyilvánvalóan egy 4 győztes mérkőzésig tartó párharcban, ezek azért viszont már nem fordulnak elő. Hát annyit még bocsánat, hogy az elődöntőből is látszott már a nagy arányú győzelemből ugye a Szilvikák ellen, hogy valószínűleg folytatódni fog úgymond ez a flow a döntőbe is, legalábbis bizonyára mindenki erre számított. De még azt akartam csak hozzáfűzni, hogy a Magyar Kupában én azt gondolom, hogy sohasem egy-egy csapat volt a mumus, hanem inkább maga a Magyar Kupa döntő. Ez teljesen igaz. Így van. Ez teljesen így van. Ha visszagondolunk, mindig megnyertük az elődöntőket, elég magabiztosan nyertük az elődöntőket. Talán 5 évvel ezelőtt volt az, hogy büntetőkkel nyertünk elődöntőt pont hazai pályán egyébként a Miskolc ellen, de aztán azt követően az elődöntő mindig lement, mindig hozott egy nyugalmat valószínűleg az öltözőnkbe, egy nem túl jó, nem túl, tehát visszanézve nyilvánvalóan egy nem túl szerencsés érzését annak, igen. Hogy akkor megvan az a különbség, fussunk ki, és a másik mondjuk erzterigás csapat ellen is hadd menjen magától, és nem megy magától. Egyébként azért az látszott a hétvégén, hogy az erzterigán belül is azért képességbeli, tudásbeli különbség azért elég jelentős van mondjuk az elődöntőbeli ellenfelünk és a döntőbeli ellenfelünk között egyébként. Ez mondjuk az ottani tabellán is meglátszik, de mondjuk ez csak úgy zárójelbe jegyzem, hogy még ott is azért van olló a tabella eleje és vége között. Sokkal nagyobb, mint amekkor egyébként az Ice van, ahol mi küzdünk, ahol lényegesen kisebb az olló, és egy mérkőzés erejéig még inkább igaz az, hogy bárki bárkit megverhet, mint az Erste Ligában. Azért volt ennek különös jelentősége, ráadásul ennek a nagy arányú győzelemnek, mert itt az elmúlt években volt a játékosoknak egy felelőssége, hogy kellemetlen helyzetbe klosszták a klubvezetést. Hogy utána menjen a szövetségi vezérkarhoz, hogy miért a Volánból van 15-13 vagy 10 válogatott, miért kell itt épüljön közel 50 milliárdért az
multifunkciós, de mégis igazából hokira szánt csarnok, tehát miért mi játszunk az osztrák ligában, tehát tulajdonképpen a Magyar Kupa döntő után joggal vetődtek fel a többi klubban kérdések, hogy biztos, hogy ez a volánban annyira magas polcon, de egy ilyen magabiztos győzelem egyértelműsíti, hogy kell ilyen csarnok, nekünk kell a legtöbb játékost adni a válogatottba, tehát tulajdonképpen nyitott kérdéseket most lerendeztük. Hát én egyébként ehhez kapcsolódóan azt gondolom, hogy amióta Ocskai Gábor annak idején fejébe vette, hogy a magyar bajnokság fölött keres magának másik kihívást a volán, az irigység és a szakmai kétkedés az azóta kíséri ezt az utat. Szerintem 10+ év volt már arra, hogy bebizonyítsa a Fehérvár, hogy ez az út járható. Más klub is megpróbálhatta volna nyugodtan. Nem volt a volán annak idején olyan anyagi helyzetben, hogy magától értetődő legyen egy osztrák ligában a részvétele. De akarta, és ezért ezeket a kritikákat, hogy mondjuk egyetlen egy mérkőzés alapján azt mondani, hogy miért a volán van ott, hát azért, mert 10+ éve bizonyítja, hogy helye van ebben a ligában. Úgyhogy szerintem ezeket nem kell meghallani. Amit viszont érdemes meghallani, és itt beszéltünk pár mondatot adás előtt Péterrel arról, hogy az új csarnok, amelyről ugye múlt héten hivatalosan is nyilvánosságra hozták, hogy immár használatba vételi engedéllyel bír, tehát gyakorlatilag rendezhető benne hokimeccs, sőt ugye az is megjelent, hogy a magyar válogatott itt majd egy avató meccset játszik áprilisban a norvégokkal, hogy hát ez valóban egy új helyzetet teremt, már csak azért is, mert ez az a szezon, amikor felmerül, hogy a volán a rájátszásban is esetleg tovább építve ezt a remek idényt, hát olyan tömegigényt szolgálhatna ki az új csarnokba költözve, ami mondjuk egy adott esetben egy döntő, de akár egy elődöntőben meg tudná tölteni ezt az új létesítményt, és egyébként nagyon méltó lenne szakmailag ilyennel avatni a fehérvári klubhoki részéről is az Alba Arénát. De hát ugye szezon elején ki lett jelentve, hogy ez a szezon még mindenképpen a Raktár utcában megy végbe. Jó lehet, akkor talán ti sem gondoltátok, hogy ilyen parádésan menetel a csapat, és reálisan felrémlik, hogy akár egy 6000-es csarnokot is megtöltene mondjuk egy bajnoki döntővel. Értem a kérdés mögött a kérdést. Egyébként nem is tudom, honnan kezdjem. Az információ jó, én is úgy tudom, hogy a csarnok műszakilag készen van, és a használatbavételi engedélyek terén is jól áll, lehet, hogy már az meg is történt, a város a kulcsait átvette, és az utolsó simítások zajlanak, és valóban folyik egyeztetés, egyébként az én információim szerint nem lezárt, de végkimenetelét tekintve vélhetően pozitív irányú egyeztetés a szövetség és a város között a tekintetben, hogy a válogatottnak az utolsó, az idei Divizió 1 a VB előtti utolsó komoly megmérettetése a norvég válogatott ellen az ebben az arénában legyen, és ez legyen egyfajta hoki megnyitója az új fehérvári multicsarnoknak. A mi költözésünk abban az esetben, ha és esetleg elérünk valamilyen jó eredményt, ez egy olyan terület, amire nem szívesen lépek, mert egy jó alapszakasz szereplés semmi nem garancia egyébként. Erre is citálhatnék példákat, mint az előbb a kupákra. Emlékszem én olyan szezonra, amikor a most éppen bukdácsoló Grác és egyébként általánosságban nem túl kiemelkedő eredményeket elérő gráci csapat torony magasan megnyerte az alapszakaszt, és kizuhant gyakorlatilag, tehát nyert meccs nélkül a negyed döntőben, és lehetne még ilyeneket mondani, hogy... Ha mi is nyertünk középszakaszt. Középszakaszt nyertünk, alapszakaszt nem nyertünk akkor megnyertünk egy ilyen kis suranó pályáról nyertünk egyébként valóban igaz középszakaszt, és nem jutottunk tovább a negyed döntőnél. Jött az a csapat, amely képességeiben, lehetőségeiben, tapasztalatában egyébként, akkor még az is nagyon sokat számított, egyszerűen bedarált minket a negyeddöntőben. Most már ez a helyzet nem áll fenn, lekopogom, hál' Istennek, most már azért mi is, mint klub is, és mint csapat is gyűjtöttünk tapasztalatot a tekintetben, hogy milyen a magaslati levegő. Úgyhogy attól már nem félteném a csapatot. Én magamat félteném attól, hogy itt próbáljak abban a hitben beszélgetni, hogy mi már majd itt leszünk, meg ott leszünk. Éppen ezért nagyon nehéz a kérdés, amit felvetettél, hogy ha és amennyiben oda jutunk, akkor mit tudom én, 2-3 napon belüli átköltözések, annak a szakmai, technikai lebonyolítása, hogy ez mivel fog járni, úgy, hogy nagyon megértem azt a hozzáállást, hogy egy adott esetben egy jó szereplés esetén milyen jó lenne egy ilyen fontos mérkőzéssel vagy mérkőzésekkel megtölteni a csarnokot, megnyitni a csarnokot, teljesen jogos igény lenne a szurkolói nézői oldalról természetesen, a látvány oldaláról, a show oldaláról és az aréna oldaláról.
Szakmai arról viszont biztos, hogy megérteném azokat a kérdéseket, amelyek a tekintetben merülnének fel, hogy vajon egy csapatot élete vagy a szezon legfontosabb mérkőzése előtt az ő hazai környezetéből kiszabad-e rántani, és mondjuk 3 nap alatt beültetni egy másik környezetbe, ahol nem élvezi azokat az előnyöket, amivel egy belakott hazai pálya, egy Raktár utcai jelenlegi hangulat, egy vissza nem hozható, egyfajta szurkolói pressing, nyomásgyakorlás az ellenfelek kispadjára, a játékosaira, ugye teljesen más. Hogy ezt meg tudjuk-e tenni, erre majd akkor keressünk választ abban az időpillanatban, ha ez egyáltalán megvalósul. Egyelőre én csak azt kívánom, hogy a srácok először is tudják teljesíteni a saját maguk által maguk elé kitűzött célt, és meg tudják tartani a dobogós helyek egyikét. Én akkor is elég leszek, hogyha a top 6-be lesznek egyébként, megmondom őszintén, mint alapkitűzés, de kívánom a klub meg a saját szempontjukból is, hogy sikerüljön a saját maguk által kitűzött cél alapszakaszban a dobogó, aztán utána ugorjunk neki úgy a playoff első körének, a negyed döntőnek, hogy esélyesként valamit meg tudjunk mutatni abból, hogy miért is végeztünk mi az alapszakaszban mondjuk az első 3 között, aztán haladjunk lépésről lépésre, hiszen az elődöntőben már olyan csapatok fognak vélhetően szembeérkezni egymással, mindegy ki az a kik azok, ahol már jó eséllyel találkozol a Salzburggal, a Klagenfurttal, a Bolzánóval, hogy csak a 3 bivajerős keretet említsem ebből a ligából, és akkor a surranó pályás egyéb masszív, anyagilag is masszív osztrák csapatokat még nem is említettem. Uh-huh. Tehát rengeteg bukkanó, rengeteg göröngy, rengeteg kihívás vár még ránk e tekintetben, úgyhogy ezeket a gondolatokat el is szoktam hessegetni magamtól. A polgármester úgy szívesen kérdezi egyébként, nyilván ez nem titok, hogy vajon ki tudjuk-e szolgálni ezeket a szurkolói kéréseket, ha majd ott tartunk, és mindig azt mondom polgármester úrnak is, hogy erről akkor beszéljünk, ha majd ott tartunk, ha majd 3-0 után neki megyünk egy elődöntő 4. meccsének, de mondom, már így is tovább mentem, mint én szeretek, akkor szívesen beszélgetek róla, de addig ne rakjunk magunkra ilyen terhet. Elképesztő. Egyébként, amit te is említettél, a szurkolói elvárások például, vagy hogy mit szeretnének. Én nekem azért az a gyanúm, hogyha feldobnál egy szavazást mondjuk a Volán jelenleg törzs szurkolói között, azok között, akik megtöltik a régió öreg jégcsarnokot minden héten, vagy minden meccsen, hát azért minimum 50-50 lenne, de hajlok rá, hogy többen mondanák azt, hogy ott akarnak állni a megszokott helyükön, és azt a hangulatot biztosítani a csapatok. Akkor is, hogyha vannak legalább annyian, akik meg mondjuk életükben először bemennének, és azt mondanának, hogy akkor megnézek egy jó fehérvári playoff hoki meccset. Van egyfajta, vagy lesz ebből szerintem majd, ha nem is feszültség, de biztos, hogy a kérdés fel fog merülni, hogy azoknak az igényeit kell szem előtt tartani, akik ott voltak hóban, fagyban, van köztük olyan, aki még nyitott jégpályán is adott esetben, vagy azokét, akik meg ráéreznek most, hogy van egy jó csapat, és szívesen megnéznék esetleg életükben először, vagy másodszor a Fehérvárt, de sportszakmailag legalább ekkora kérdés valóban. Emlékezhetünk, hogy ilyen költözések azért járnak olykor kellemetlen meglepetésekkel a pályán. Annak idején Debrecenbe átadták a Phoenix csarnokot, és a férfi kosárlabdázók ULEP kupa döntőt játszottak, és nem találták el a gyűrűt, és kérdezték őket, mi a probléma, és azt mondta, a régi Ola Gábor utcai csarnokban pontosan tudta, hogy honnan dob, hol van a gyűrű, az érzés, a közönség moraja, amiről beszéltünk, a női kézilabdázók szintén átmentek a megszokott csarnokukból, és ők is azt mondták, hogy menjünk vissza inkább, mert megszoktuk, az a tömeg, mert azért egy 6,5-7 ezer csarnokot megtölteni nagyon nehéz. Itt nem lesz egyszerű megint, tehát a felső karai, amikor adott esetben majd szépen lesznek, akkor ez egy 5000 nézőt sejtett majd, és azért az nem gyerekjáték. Tehát most itt igazából úgy gondolom, hogy 2000-2002-es átlagnézőszámból a duplázás lehetséges. Nagyon sokan lesznek majd, akik el fognak jönni azért, mert nem kell sorba állni a toaletten, a büfék megfelelő mennyiségben lesznek. Ez infrastruktúra maga jó. Tehát élmény lesz, mint ahogy annak idején átadták a veszprémi csarnokot, akkor ott dolgoztam Veszprémbe, és Hajnal Csaba, az akkori kézilabdás mindenható végigvezetett a csarnokon, és mondta, hogy mit szólsz hozzá, és mondtam, hogy eljött a pillanat, amikor egy veszprémi vagy nemesvámosi fogorvos ugyanolyan körülmények között tud meccset nézni, mint egy dortmundi mérnök, mert megvan hozzá az a fajta elegancia, minőség, kell anyagi biztonság is hozzá, de tulajdonképpen megteheti azt, hogy skyboxot vásárol, a csecsebecse kereskedelem ugyan jó,
tehát minden olyan, ami tényleg európaiságot feltételez, és ennek most már mi is a részesei leszünk, és ez egy óriási előrelépés. Egyébként a Veszprémi kézilabda csarnok bizonyítja, amely valóban összehasonlíthatatlan az egyébként fantasztikus hangulatú iskolai csarnokkal, ahol ugye éveken át ért el fantasztikus sikereket még a Fotex Veszprém. De azért belakták a szurkolók, a Veszprémi kézilabda csarnok az már Európa egyik legfergetegesebb hangulatú, elképesztő atmoszférájú csarnoka, ahol ugyanúgy megvan mindenkinek a helye, ugyanúgy mindenki tudja, hogy ki a szomszédja, ki áll fölötte, kivel érkezik együtt a meccsre, csak jóval többen beférnek, és most már azért az atmoszférája se lehet gond. Tehát a hosszú távú út az nyilván ez, és hát kívánjuk a Volánnak, hogy mondjuk egy következő szezonban, akár már az Alba Arénában kezdve, szeptemberben hasonló utat járjon be, mert az biztos, hogy bevonzaná ezt a hangulatot és ezt a közönséget az új és a nagy csarnokba is. Hát igen, én azt gondolom, hogy ugye a hirtelen váltás az nem biztos, hogy mindig jó, mert mindegy kicsit a Mátyás Király meséjében, hogy hazai pályán is vagyunk, meg nem is. Tehát nyilván egy közeget be kell lakni. Az lenne a legszebb forgatókönyv, ha mondjuk úgy, ott aratna győzelmet a csapat az első mérkőzésen mindenképpen, de aztán akár a végsőt is, hogy hordítunk, hát akkor mindenki feltenni a kezet, hogy itthon vagyunk, győztünk, stb. Ez a mi helyünk. De mi van, ha a másik forgatókönyv valósul meg? Akkor sem lennének negatív érzései az embereknek, hiszen ugye egy mérkőzésen ki lehet kapni, de talán mégsem lenne jó, mert vesztes mérkőzéseket. Ez érdekes kérdés, hogy ti sokkal többet láttátok a riválisok csarnokait, bevallom, én talán Salzburgban meg Villachban voltam, talán nem Ljubljanában is egyszer-egyszer idegenbeli meccsen, hogy ilyen színvonalú aréna, amilyen ez lesz, ez van-e az osztrák ligában? Mert hogyha igen, akkor mondhatjuk, hogy valóban egy vendégcsapat, amely ráadásul olykor remegő lábbal jön ki a Raktár utcában a pálya fölé behajoló, dübörgő, szurkolói hangorkán közepette, szinte otthonosabban érezhetné magát, mint az a Fehérvár, amelyik pont ehhez nincs hozzászokva. Ezzel gyakorlatilag, most kicsit képletesen mondva, a vitathatatlan és tuti utolsó helyről gyakorlatilag egyébként első helyre ugrunk a ligán belül is. Tehát ilyen szintű csarnok, hát ugye 2024-23-ban épült, ilyen modern csarnok, nem is a befogadó képesség, mert abban még van vetélytársunk, például a bolzánói, vagy akár a bécsiben hasonló méretű, de ilyenfajta modern infrastruktúrájú és ilyen impozáns, kívülbelül impozáns csarnoka nincsen Ice-ligás jégkorong csapatnak egyébként. Aztán ugye szoktjuk megtölteni majd, amit itt mindenki feszeget majd, lüktetéssel, szurkolással, tartalommal, az persze majd a mi feladatunk lesz. Egy része a klubé, egy része meg a klub és a nézők, szurkolók közös feladata lesz. De az biztos, hogy a kérdésre válaszolva, hogy gyakorlatilag szerintem ezzel első helyen vagyunk, első helyen leszünk ezzel a csarnokkal. Ennek meg is lesz a maga felelőssége is nyilván. Jó, hát minden esetre nyilván azt kívánjuk, hogy minél előbb megtapasztaljuk, milyen ebben a csarnokban a fehérvári hokisoknak szurkolni, ha nem ebben a szezonban, azt is mindenki el fogja fogadni, de előbb-utóbb ez úgyis elkövetkezik. Elhangzott itt egy gondolat, és eredetileg nem akartam a kosárlabdát a mai adásba azért beletenni, mert vannak egyéb témák, amiken azt gondoltam, hogy többet tudunk csámcsogni, de ha már a kupáról szó esett, meg hogy a kupában előfordulhat, hogy a kis csapat meglepi a nagyot. Laci, te mondtad itt előzőleg, mikor beszélgettünk a fehérvári kosarasokról, hogy a magyar kupa kínálja az idén a nagy esélyt, hogy abban egy meccsen el lehet kapni akár a szuper favorit Falkót is. Hát megint úgy hozta a sors, hogy mi voltunk a kis csapat, akinek meg kellett volna lepni a favoritot, de ez nagyon nem sikerült, és nem tudom, hogy ezt hogy érzed, ugye az Alba kikapott a Falkótól ismét sok ponttal, ezzel kiesett a kupából, tehát nem jutott a négyes döntőbe. Utána Szolnokon viszont a bajnokságban megint egy kis erődemonstráció zajlott. Tehát egy kicsit ráhúzhatjuk akkor a sorsra, hogy kibabrált azért a csapattal. Balszerencsések voltak, mert tavaly 89-85 lett, az egy végig szoros meccs volt. Ez nem volt az, mint hogy a bajnoki sem. Tulajdonképpen a Falkó azért erődemonstrációt tart. Kikaptak egy ponttal a szezon negyedik fordulójában Szegeden, azóta átszaladnak mindenkin. Tehát tulajdonképpen az egyértelmű, hogy a BL-ben edződő csapat 30 ponttal jobb a többieknél. De én úgy gondolom, a folytatásban a szolnoki meccs igazolta, hogy ez a két csapat biztos döntős. Tehát nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Szolnok annyit javuljon, a Fehérvár annyit romoljon, de hát már most lehet látni körülbelül, hogy az erőviszonyok hogy alakulnak, és egy döntőben is az utolsó meccsen, amikor mi nagyon-nagyon szorosan nyertük a hazai meccseket,
A Falcon nagyon magabiztosan nyerte a saját meccseit az Arena Savariában, és az ötödik mindent eldöntő meccs is roppant sima volt. Ott negyed órán belül eldöntek a nyitott kérdések, és nézve a legutóbbi a szezon két, a kupa és a bajnoki meccs koreográfiáját, azért ez a Falcon, ez lényegesen a mezőny előtt jár. Hát és az a Falcon, mely a döntő ötödik meccsén ugye simán vert az Albát, utána biztos, ami biztos, még az egyik legjobbját el is vitte, mert ugye Pongó Marci most már ott játszik náluk, amivel nem ők erősödtek, vagy nem csak ők erősödtek, hanem mi gyengültünk gyakorlatilag pótolhatatlan mértékben. Mindegy, hát remélem, hogy azért lesz ennél szorosabb csata. Az alapszakasz végén ugye ez a két csapat játszik majd egyet Fehérváron. Akár alakulhat is úgy, hogy azon még múljon valami, nem ez a valószínű, de ott legalább talán kiderülhet, hogy ennél közelebb tud-e kerülni az Alba a Falcóhoz, aminek azért a rájátszás előtt nem lenne rossz üzenete. Más kérdés, hogy a Falcó erőfölénye az szerintem teljesen reális és nem megkérdőjelezhető. Az, hogy az Alba valóban jobb-e ennyivel a többi csapatnál, ezzel az 5-6 meccs előnnyel, vagy azzal, hogy Szolnokon egy utolsó negyedben kiüti a mögötte lévő csapatot, ez meg majd kiderül. Én csak reménykedem benne, hogy ez folyamatosan így fenntartható lesz, vagy bebizonyosodik. Na hát... A hétvégén ugye folytatódik a labdarúgó bajnokság, úgyhogy beszéljünk azért kicsit a Vidiről, annál is inkább, mert az a gyanúm, hogy fogunk még a szezon során. A kérdés az, hogy milyen hangulatban. Az előző idényben ugye rendszeresen már-már félve emlegettük, hogy milyen szörnyűségek történhetnek. Itt most ősszel egészen más végét értük meg az érzelmeknek. Olvastam most egy elemzést, ami azt mutatta, hogy azért a statisztikai és a mostanában kellően fetisizált adat alapú elemzés alapján jelentősen felül teljesített a Fehérvár az őszi szezonban, hiszen több gólt lőtt, mint ami a helyzetei minőségéből adódott volna, a kapusa sokkal többet védett és sokkal jobban, aminek köszönhetően a várható kapott gólok is lejjebb szorultak, ami a játékképe alapján lett volna. Tehát azt mutatja, hogyha hosszabb távon így kiegyenlítődnek ezek az adatok, vagy közelítik a realitást, akkor a Vidi nem harmadik ebben a bajnokságban, és ehhez jön, hogy a 11 gólos csatára és a középpályán óriási munkát végző labdaszerző középpályása pedig távozott a télen. Mindezek alapján ti mennyire érzitek reálisnak, hogy mondjuk ezt a dobogós célkitűzést a csapat továbbra is maga előtt tartsa? Hát ugye, hogyha kicsit tovább megyünk a statisztikai vonalon, akkor azt látni kell, hogy az utolsó 5 mérkőzés alapján egy döntetlenje van a Fehérvárnak. A Paksnak van 2 veresége 3 győzelem mellett, és ha jól emlékszem, akkor a második Fradinak pedig 2 döntetlen, 1 vereség és 2 győzelem. Ebben nem vagyok biztos, de valahogy így van. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, akkor nagyon szárnyal a csapat, tehát mi vagyunk a legjobbak az utolsó 5 mérkőzés alapján. Az, hogy jókor érte véget a bajnokság, azt majd akkor fogjuk megtudni, hogyha újra folytatódik. Ugye már az első 3 mérkőzésből is, vagy talán az első 5 mérkőzésből is okosabbak leszünk. De az, hogy most jó paszban van a csapat, az igaz. Tehát ott nyilván játszott most mérkőzéseket, ugye felkészülési mérkőzéseket, most utoljára Vasas ellen ugye 3-0 lett, 3-an szereztek 3 gólt, tehát nem egy ember. Éppen a múltkori adásban volt róla szó, hogy a csapat tudja pótolni a távozó csatát, esetleg nyilván, hogyha olyan teljesítményt nyújt és hozza a gólokat, egyelőre elő van szó, hogy az igazolásokkal mi lesz, azt meglátjuk. Hát nem tudom, hogy tudja-e pótolni, én nem gondolom, hogy Kodró valaha volt legjobb csatár, aki a Vidiben játszott, de a gól mennyiség, főleg úgy mondom, hogy a játék és a helyzetek kialakításának a minőségéből nem feltétlenül következett, hogy a Vidi hármasával rugdossa a gólokat itt az őszi szezonban. És hát ne felejtsük el, hogy sok hazai meccse is volt a csapatnak, ebből most kevesebb lesz. Tehát, hogy egy kicsit én csak attól félek, hogy a realitásoktól ne nagyon rugaszkodjanak el az elvárások. Miközben az is igaz, hogy ebben a magyar mezőnyben tényleg az egyik héten harmadik vagy, a 2 héttel később meg lehet, hogy a 10. találod magad, annyira sűrű a mezőny. Így, hogy Kodrót eladták, így nyilvánvalóan azokat az álmokat elengedni látszik a vezetés, hogy dobogós legyen a csapat, vagy akár a Fradira is veszélyes, vagy a Paksra. De én úgy gondolom, hogy ha valaki az őszelején azt mondja, hogy mi itt fogunk terelni, én nem nagyon hittem volna el, hogy ilyen szériába kerülünk, főleg az utolsó 2 hónap kapcsán. Én úgy gondolom, hogy nem egyszerű középcsapat leszünk, kicsit jobb, de aztán nem látom, tehát a Fradin nem tudom elképzelni, hogy ne nyerje meg az aranyat. A Paks is annyira masszív és annyira egységes, hogy úgy gondolom ott marad elől, és a kérdés az, hogy ezt még meg tudjuk-e valósítani. De az biztos, hogy mondom, hogyha nyáron beszélünk erről,
akkor nem nagyon hittünk volna el, hogy ilyen álmaink lehetnek. Én nagyon féltettem ezt a csapatot a kieséstől, de annyi pontunk van már, hogy nem nagyon kell már ilyen tekintetben annyira mélyen hátra nézni. Az egy klubvezetői szempontból azért érdekes szituáció, amikor van egy csapatod, amelyik váratlanul felül teljesít. Nem kis csapatról beszélünk, tehát ez most nem a Kisvárdának a kifutott szezonja, hanem egy olyan, ahol azért az elvárások megvannak, és akkor eladod a legnagyobb riválisnak a legjobb csatárodat a télen. Nyilván nem tudjuk, hogy milyen tárgyalások és milyen megfontolás zajlott emögött. Te eladnád adott esetben a legjobb góllövődet? Nem, de nem is szeretném összehasonlítani a jégkorong világát a futballvilágát, főleg a gazdasági, most ezt kifejezetten a gazdasági és mondjuk piacgazdasági oldaláról. Azért a futballban a kifejezetten hosszú távú szerződések, az átigazolási díjaknak egy egészen más rendszere mozgatja a rendszert, mint ami a hokiban igaz. Azért a hokiban azt tudni kell, hogy általában rövid távú, és ez nem csak a magyar bajnoksága, vagy a mi bajnokságunkra igaz, hanem általában Európában, hogy viszonylag rövidebb távú, de kitöltött szerződések jellemzik a piacot, és abszolút nem jellemző gyakorlatilag szinte sehol, és nagyon ritka, megtörténik, de ritka, hogy játékosokat kivásárolnak a szerződésükből. Szemben a futballal, ahol, ha én jól tudom, az egész világot az mozgatja, hogy a hosszú távú szerződésekkel bebetonozott játékosok kivásárlási árából építkeznek a klubok, és ez mozgatja az egész piacot. És ebbe illeszkedik, ha klubvezető szemmel nézem, nyilván az a döntés. Hát egy hogy, közelgő lejáró szerződés. Hát egy fél évvel, ráadásul, ha jól tudom, egy fél évvel a szerződése, ami fociban pillanatok, gyakorlatilag egy fél évvel lejáró szerződés, egy fél évvel a szerződése lejárta előtt pénzért értékesítető játékost a piac farkas törvényei alapján eladsz, az egyébként az egy klub menedzsment szempontjából igazolható döntés. Nagyon kínos, vagy nagyon keserves dolog megérni azt, hogy végre, amikor összerázódott az öltöződ, akkor annak egy fontos láncszemét, aki egyébként, ahogy te mondtad, nyilván nem lett se jobb, se rosszabb játékos, de mégiscsak egy eredményesebb játékos lett, és egy hasznosabb, és ez az öltözőben is hasznosabb játékos lett, ki kell venned a rendszerből. Egyébként azzal én klubvezetőként egy kicsit lehet vitatkoznék, hogy majd szerényebb helyezéssel kell beérni a Fehérvárnak a szezon végére, mert én viszont pont azt látom klubvezetői szempontból ez mögött, a történet mögött, hogy mennyivel másabb, amikor rendben van az öltöződ, jobban, mint a korábbi években, hogy összetartás van az öltözőn belül, összecsiszolódnak a dolgok, helyére kerülnek a fogaskerekek, vagy a legó darabkák egy kicsit, és én ezt látom ebben a történetben egyébként. Ez a Kodró nevű srác egy tapasztalt, jó nevű futballistaként érkezett egyébként Magyarországra, azért Spanyolországból. Azért ő játszott a La Ligában viszonylag jó helyeken, azt hiszem még az Atletico-ban is talán megfordult, ha minden igaz. Bilbao. Az Atletico-ban, igen, a Bilbao-ban, és oda azért kutyákat nem engednek közel a tűzhöz. Szóval, de nem jött ki a lépés, az egész Vidinek szenvedtek az elmúlt évben, kicsit talán korábban is, és egy viszonylag kis változtatású kerettel ebben a szezonban mégis valahogy összetalálkoztak a dolgok, és elkezdett működni ez a rendszer. Én azt mondom, ha ilyen nevet el is engedtél, de a rendszered működik egyébként, a tapasztalat azt mutatja, hogy akkor egy csapat egyébként igenis jó eséllyel futtathat ki jó eredményt egy szezon végére. Kevésbé érzed meg akár egy kulcsjátékosodnak a veszteségét is, ha a rendszered működik. Most egy nagyon régi példát mondok, az UEFA kupa menetelés idején a 84-85-ös szezonban. Egy egyébként mindenki által akkor a csapat meghatározó játékosának titulált Csongrádit tartott ugye az egész motorjának, és a Csongi egy sérülés miatt egyébként a kieséses szakaszban kiesett, ha jól emlékszem. Igen. És a Vidi nem tört meg, Csongi nélkül is ment. Meg. Igen, és Csongi nélkül is ment tovább, mert a rendszere működött, a játékosok extra motivációt kaptak a korábbi sikerekből, hittek magukban, és a megfelelő önbizalom egy egyébként egy keménykező edző irányítása mellett, ami ezt irányba tartotta, a képességeiken túlmutató eredményekkel tudott párosulni, és ezt érzem most is, hogy ez kijöhet, hogyha meglesz az edzői szigor, az iránymutatás, és legalább valami fajta rendezettséget mutat a klub szervezetileg is, akkor egy Kodró hiányát nem szabad olyan szinten megérezni, hogy az miatt helyezéseket csusszál vissza feltétlenül abban a magyar mezőnyben, amit én ismerek, ahol egyébként egy eléggé, hát ugye
nem túl sok csapatos bajnokság, viszont rendkívül szoros. Néhány mérkőzés alatt nagyon komoly libellákat lehet tenni a tabellán, ugye? Hát az idén még homogénabb volt tulajdonképpen az, hogy a Ferencváros. Úgyhogy én azt mondom, hogyha tudják tartani azt a ritmust a szomszédvárban, hogy képesek szervezetten, egy jó öltözői hangulatban, egy jó csapat hangulatban folytatni tavasszal, akkor nyilván lesznek érkezők, mert az ember azért olvas és figyeli a híreket, akkor az érkezőket a szerencsésen ebbe a rendszerbe be tudják helyezni, el tudják helyezni, akkor én drukkolok, hogy meg tudják tartani ezt a harmadik helyet, tényleg nagyon drukkolok nekik, és mutassák meg, hogy egy rendezett klub, rendezett körülmények között azért Fehérváron sikeres tud lenni. Hát meglátjuk a jövő héten, biztos, hogy már a zalaegerszegi nyitányt fogjuk elemezni. Most maradt 5 percünk, és én nagyon szeretném, hogy ha már az erőskező edzőről, meg annak a meghatározó szerepéről beszéltünk, akkor egy kicsit a számomra az elmúlt hét egyik legilyen, nem is tudom, hogy mondjam, egy kicsit szíven ütött a hír, hogy Jürgen Klopp bejelentette, hogy távozik a Liverpooltól. Nem azért, mert óriási fanatikus lennék, sem a Liverpoolnak, sem Kloppnak, hanem mert azt gondolom, hogy a mai futballban már nagyon kevés az igazi emblematikus és akár a klubbal, akár egy ország, vagy a futball evolúciójával összefüggésben meghatározónak nevezhető edző, és Jürgen Klopp mindenképpen egyike ezeknek. Nem csak Liverpoolt emelte ő fel szerintem, hanem az egész jelenlegi futballnak egy meghatározó alakja. Nem tudom, titeket mennyire lepett meg. Tény, hogy a 9. évét tapossa, ez alatt mindent megnyert Liverpoolban, amit lehet egy klub részéről legalább egyszer. Egy kicsit én ilyen Fergusoni meg Wengeri pályaívet gondoltam, hogy majd 15-20 év után úgy vonul nyugalomba, hogy gyakorlatilag a szobra ott áll a klub előtt, ami egyébként, vagy a stadion előtt, ami persze így is megtörténhet. Váratlan volt a bejelentés, de ahogy elhangzott, én rögtön utána néztem, hogy Thomas Tuchelnek és Löw Zsoltnak mikor jár le a szerződés a Bayern Münchennél, 2025. június 30-án. Hasonló útat érzek Kloppban, mint ahogy annak idén a Barcelonát elhagyta Guardiola. És a záró sajtótájékoztatón könnyek között mondta azt, hogy tudom, hogy mit hagyok itt. A családomat, az életemet, a legjobb helyet a világon, minden ide köt, de nem bírom elviselni már ezt a nyomást, és egy évre el kell menjek pihenni. Elment New Yorkba. Uli Hoeness utána repült és szerültette a Bayern Münchenhez. Volt 3 éve Guardiola, otthon mindent megnyert, a BL-be elődöntőket vesztett, tehát tulajdonképpen sikertelen volt, mert előtte Jupp Heynckes 7-0-val elsöpörte a Barcelonát, és remek játékkal nyert BL, csak addigra megegyezte Guardiolával. Tehát én úgy gondolom, hogy Klopp következő állomása a Bayern München lesz. Egy német edző, aki abba szocializálódott, és megteheti, hogy a Bayern München edzője is legyen, úgy gondolom meg fogja próbálni. És annak idén ugyanúgy Hoeness, amikor lekéstek róla a Mainzban, nagyon jó szerepelt, felvitte őket a másodosztályból, kiestek, újra visszavitte őket, és elment akkor Dortmundba. És a Bayern is nagyon akarta, de akkor megelőzte Joachim Watzke, és akkor Hoeness mondta, meg Rummenigge is csatlakozott ehhez, hogy nagyon nagy hibát vétettek, mert egy biztos 10 éves stabilitást adott volna. Én úgy gondolom, hogy Klopp most pihenni akar, és nehezen tudom elképzelni, hogy Tuchelék hosszú távon tudnak maradni. Tavaly úgy nyertek bajnoki címet, hogy a Dortmund buktál az utolsó pillanatban, egy megnyert bajnoki arány volt. Most megint a Leverkusen-t hétvégén megnéztem a tévén, nagyon jó futballoznak. Tehát a Bayern állnak a BL-ben, a német kupából kiestek, de igazából én úgy gondolom, hogy nem annyira stabil a futballjuk, és én azt hiszem, hogy ha Klopp megkapja a lehetőséget, már pedig én úgy gondolom megkapja, én azt hiszem, azzal élni fog. Én meg azt gondolom, hogy nem feltétlenül fogja a Bayern Münchennek edzősködni, de nem elképzelhetetlen. Azt látom az ő pályájában épp azért, mert a Dortmundba ment, és nem a Münchenbe, hogy valahogy egy olyan erős szurkolói, érzelmi, emocionális közösségnek tud ő a vezére lenni, ami Münchenben talán nincs, München mindig kicsit többről szól ennél, és Szilárdot kérdezem, aki a nagy rivális United szurkolója, hogy azért ezt nem lehet nem elismerni, nem, hogy Klopp egy igazi közösségépítő, és ugyanakkor egy közösség élére legtökéletesebben álló, ilyen kicsit ilyen láglelkű valaki. Hát én ugye akkor is bírtam már Kloppot, amikor a Dortmundban játszott, ugye nyilván a Bayernnel való rivalizálása miatt is, de ő egy nagyon-nagyon szerethető, szimpatikus karakter, ugye, nyilván ehhez most csúnyán szólva, de teljesen kedvesen értve a mosolya is hozzá, te ezt nagyon sokat ugye mindig folyamatosan villogtatja, tehát egy kedves ember benyomását kelt, egy jó pofa fickó, aki nagyon jó pszichológus, vagy nagyon jó tanár is lehet,
hiszen pontosan látja legalábbis a játékosokkal való foglalkozás alapján, amit láttunk ugye a tévében, hogy amikor kell, oda megy, megsimogatja, megölelgeti, egyenragunkfélként kezeli, tehát biztos, hogy nagyon jó pszichológiai érzéke van. Hát én nagyon sajnálom, hogy ugye a Liverpool United szembeállása alapján hát teljesen ki van zárva, hogy a Manchester United edzője legyen, de egy hasonló karaktert nagyon elképzelnék majd egyszer a csapat élén. Hát ennyi a adásidő, de azért egy fél kérdés, még egy gyors kérdés, Péter, az, hogy tudni kell nyilván egy klubvezetőnek is ezt elengedni időnként. Gondolom, hogy Klopp azért, amikor erre a elhatározásra jutott, ezt közölte a menedzsmenttel. Nyilvánvaló volt, hogy nem lehet erről őt lebeszélni, de azért az egy fájó veszteség, mikor egy egész korszakot kijelölő emblematikus figura egyszer csak azt mondja, hogy ennyi volt. Ebből szempontból talán korrekt az, hogy volt a felek között már megbeszélés, ahogy ez a nyilatkozatokból kiderül, így ezért mondjuk egy klubvezető is készülhetett erre a döntésre. Gyakorlatilag, hogyha bármilyen fontos szereplője is a te szervezetednek azt mondja, hogy kiégtem, nem tudlak téged szolgálni a munkámmal, szeretnék innen elmenni erőszakkal, a sportvilágában ott tartani se játékos, se edzőt, igazából hosszú távon nem szerencsés. Lehet kényszeríteni szerződés kitöltésekre embereket. Nagyon nagy szerencsét van, hogyha azt a munkát kapott tőle vissza, amit egyébként megszoktál. Jobb ilyenkor megegyezni, és a keserű pirulát természetesen lenyelni, és abban reménykedni, hogy van időd arra, hogy a korszakos figurád utáni időszakra felkészüljé. Egyébként csak egy záró mondat, én pontosan a pszichológiai és a tanári képessége miatt Kloppnak én azt gondolom, hogy vagyis én elképzelhetőbbnek tartanám, hogy a német válogatott élén fogjuk megtalálni előbb-utóbb Jürgen Kloppot, már csak azért is, mert szerintem a Bayern Münchennél nagyobb szüksége van a jelenlegi német válogatottnak egy jó pszichológiai érzékkel megáldott nagy tudású edzőre, mert ott azért komoly problémák vannak az utóbbi időben, amennyire én a futballt látom. Tehát én el tudnám mindent azt a verziót. Mindent jól látsz. Ja, csak jó szemek kell hozzá. És a Bayern Münchennél ott van Löw Zsolt, hogyha esetleg Tuchel úgy döntene, hogy nem akarja. Köszönöm szépen. Hát a Unitednak, meg a szurkolóinak, illetve a Liverpoolnak azt kívánom, hogy ne járjanak úgy, mint a United a legutóbbi legendás edzője után. Most már 10 éve keresik az utódot, nem sikerült megtalálni ennyi idő alatt. Már csak a mi kutyán kölyke miatt, Dominik miatt is, hogy azért maradjon meg egy stabil Liverpool, és benne egy stabil magyar kezdőjátékos bontakozzon ki minél jobban még a következő pár évben. Így van. Meglátjuk, hogy alakul, mint hogy a következő hétvége, illetve előttünk álló sportesemények eredményei is majd kiderülnek hamarosan, és akkor ezekről beszélünk a következő adásban. Én köszönöm a figyelmüket nektek, hogy itt voltatok. Viszontlátásra. Mi is köszönjük, hogy beszélgethettünk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.